Átvették megbízó leveleiket a képviselők Szabó Tündének az 1-es számú és Vinnai Győzőnek a 2-es számú választókerület új országgyűlési képviselőjének a Nyíregyházi Városházán adták át megbízó leveleiket. Üzemeltetési szerződést írt alá a Hotel Sóstó és a Hungest Hotels. A szerződés értelmében 10 évre adja át az üzemeltetés jogait a város, amely havonta mintegy 120 millió forint bérleti díjba kerül a pályázatot elnyert cégnek. Földész Fórum. Közel 120 résztvevővel tartottak konferenciát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye biogazdálkodásának aktualitásairól és jövőjéről Rakamazon. Átvette megbízó levelét Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2 egyéni körzetében mandátumot szerzett országgyűlési képviselője. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Szabó Tündének az 1-es számú és Vinnai Győzőnek a 2-es számú választókerület új országgyűlési képviselőjének a Nyíregyházi Városházán adták át megbízó leveleiket. Szabó Tündét a választók több mint 40%-a támogatta, Vinnai Győző pedig a voksok 47,8%-át szerezte meg az április 8-ai országgyűlési választáson. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mind a 6 egyéni választókerületében fideszes győzelem született az április 8-ai választáson. Komoly szakmai próbatételt jelentett a bizottságok számára, hogy rekordszámú 71% fölötti részvételi arányt kellett koordinálniuk. A nyíregyháziak az 1-es választókerületben Szabó Tündére, a 2-esben pedig Vinnai Győzőre voksoltak a legtöbbet. A két képviselőjelölt kedd délután vehette át megbízó levelét a Városházán. Az eredmény jogerőssé vált, ezért a képviselők, megválasztott képviselők átvehették a megbízó levelüket, a mandátumukat. Ez azt jelenti, hogy innentől hivatalosan dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Győző képviseli Nyíregyházát, illetve a Nyíregyházahoz tartozó választási szempontból ide tartozó 20 települést a következő május 8-án alakuló parlamentben. Ez azt jelenti, hogy a egyéni választókerületben a 199 képviselő között fognak dolgozni. Az 1-es számú választókerületben szoros volt az eredmény. Szabó Tünde valamivel több, mint 40%-kal utasította maga mögé a közel 33%-os MSZP-s Csabai Lászlónét és az alig 20%-os jobbikos Lengyel Mátét. Érmeket már hoztam Nyíregyházának, most a tudásomat hoztam és hozom, és közvetlenül fogom tudni képviselni az itt élőket, a fiatalokat, a családokat, az idősebb korosztályt. Nagyon fontos, hogy mindenkinek a célját és a kéréseit tudjuk teljesíteni, hogy az életüket meg tudjuk szépíteni vagy javítani. Ezen voltunk ezt megelőzően is, hiszen 2010 óta óriási fejlődéseken ment keresztül a város, és ez szerintem mindenki érzékelte. Nyíregyháza nyugati részén és a hozzátartozó 20 településen, vagyis a 2-es számú választókerületben nem volt ennyire szoros az eredmény. Vinnai Győző közel 48%-ot kapott, őt követte a jobbikos Fülöp Erik 35%-kal, harmadik helyen pedig a DK-s Helmeci László végzett 10,5%-kal. Ez azt jelenti számomra, hogy még keményebben kell dolgozni, még inkább föl kell vállalni a problémákat, hiszen én azt gondolom, hogy az emberek a biztonságos jövőre és arra szavaztak, hogy ezek az elért gazdasági eredmények tovább folytatódhassanak. Itt Nyíregyházán és környékén mindenekelőtt a munkahelyteremtést, szeretnénk a teljes foglalkoztatottságot elérni, és ebben a megyében ennek nagyon nagy jelentősége van. Másfelől az utak állapota, a közlekedési infrastruktúra, a közösségi közlekedés fejlesztése nagyon sok embert a mindennapokban érint, ezt sokan megfogalmazták számomra. Itt Nyíregyháza polgármesterével is már beszéltünk erről, hiszen Nyíregyháza maga is kiemelt feladatnak tekinti a közlekedési infrastruktúra javítását. A harmadik pedig, hogy Nyíregyháza és a környező települések is fontosnak tartják az oktatást, hogy kiváló ismereteket kapjanak azok a diákok, akik itt szeretnének maradni Nyíregyházán és a környéken. A két képviselő az új kormányban kezdheti majd meg a munkát, amely 2018. május 8-án alakul meg. Üzemeltetési szerződést írt alá a Hotel Sóstó, valamint a legnagyobb hazai szállodalánc tulajdonosa a Hungest Hotels. A szerződés értelmében 10 évre adja át az üzemeltetés jogait a város, amely havonta mintegy 120 millió forint bérleti díjba kerül a pályázatot elnyert cégnek. Ezen túl a hotel bevételeinek egy részét is a karbantartásra és a fejlesztésére kell majd fordítani a szállodaláncnak.
122 szobával, két konferenciateremmel és a gyógyfürdőhöz zárt folyosóval kapcsolódva épül Nyíregyháza legújabb négycsillagos szállodája Sóstó gyógyfürdőm. A hotel fejlesztése zöldmezős beruházásként indult a városi önkormányzat tulajdonában, amely közbeszerzési eljárásban kereste meg a leendő üzemeltetőt. Jó fél évvel ezelőtt kiírtuk a pályázatot az üzemeltetésre, 10 plusz 5 évre opcionálisan. Egy szigorú, jól előkészített szakértők bevonásával készült pályázati feltételrendszerrel, 3 érdeklődő volt. Végül már csak a Hungest adott be konkrét üzemeltetési ajánlatot, ez az ajánlat viszont megfelelt az elvárásainknak. A pályázati kiírásban meghatározott minimum feltételrendszer fölött volt. Egyrészt, másrészt egy olyan partnerrel kötünk szerződést, aki ezen a területen Magyarországon a legnagyobb, megfelelő külföldi, hazai kapcsolatrendszerrel, vendégkörrel, felkészültséggel rendelkezik, egy kiszámítható, stabil, eredményes üzemeltetésre alkalmas. A polgármester elmondta, az üzemeltetési szerződésben úgy számoltak, hogy évente legalább 50-60 ezer éjszakát töltenek majd a vendégek a szállodában, amely így a város turisztikai fejlődésére is kedvező hatással lesz. A Hungest Hotels vezérigazgatója az ünnepélyes szerződéskötés alkalmából elmondta, a kivitelezési munkálatokban innentől kezdve ők is aktívan részt vesznek, a beruházás várhatóan novemberre készül el, onnantól pedig átveszik a teljes üzemeltetést. 120 millió forint éves bérleti díjat fogunk fizetni fixen, ezt volt a közbeszerzésnek, tárgyalásnak a végeredménye, illetve ezen felül, ami a közbeszerzési kiírásban szerepelt, és egy nagyon szigorú kritériumrendszer, ami ám egyébként szakmailag abszolút helyes, hogy az árbevétel második, harmadik évtől kezdve az árbevétel 4%-át vissza kell fordítsuk a szállodára, eszköz és felújítás tekintetében, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben garantáltnak látjuk, hogy 10 év múlva is gyakorlatilag megfelelő színvonalon fog tudni működni a szállodának. A szinten tartását ebből a pénzből bőven meg lehet tenni, sőt még kisebb fejlesztéseket is lehet belőle adott esetben csinálni. Ez a plusz költség a vezérigazgató szerint mai értéken számolva évente megközelítőleg 50 millió forint többletkiadást jelent a cég számára, míg a városnak ugyanennyi értéknövekedést jelent majd az üzemeltetési időszak lejártakor. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye biogazdálkodásának aktualitásairól és jövőjéről tartottak fórumot Rakamazon. A rendezvényen közel 120 a szakmában elismert regisztrált előadó, gazda, valamint agrárkamarai szaktanácsadó vett részt. A Földész fórumon egyúttal megemlékeztek Weisz János rakamazi születésű kertészmérnökről is. A biogazdálkodás célja az egészséges élelmiszer előállításán túl a fenntartható mezőgazdasági termelést, mint környezeti, gazdasági és szociális vonatkozásban. Az utóbbi időben a magyar fogyasztók figyelme is egyre inkább a hazai, egészséges, helyi, illetve otthon saját kertben megtermelt termékek felé fordult. Weisz János rakamazi kertészmérnök tanár 2012-es halála előtt 10 éven keresztül minden energiáját a növényi ökológia és a biotermesztés elmélet és gyakorlati ismereteinek bővítésére fordította. Rá is emlékeztek azon a rakamazi fórumon, melyen a megyei biogazdálkodás aktualitásait vitatta meg közel 120 részvevő. A legbeavatottabb a szakmában elismert. Én úgy mondom, tanárok jönnek, mert itt nem előadók és hallgatók vannak, hanem tanárok és tanítványok. És ez annyira családias, ez a bipoláris kapcsolat, hogy van mélységére menni a legújabb ismereteknek, a technológiai szinten, a mikrobiológiai szinten, a genetika szintjén. Tudjuk, hogy a világban azért megindult a biotermesztésnek a reneszánsza. Mindenki érzi azt, hogy ez a járható útja, és a megmaradásunk érdekében ezeket a dolgokat kell összefogással erősíteni. Márai Géza, a Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet ökológiai tanszékének tanára már évtizedek óta vizsgálja, hogy a környezetszennyezés hatására milyen módon romlott a talaj minősége, illetve ez milyen negatív hatással van a növényekre, állatokra és rajtuk keresztül az emberek egészségére. A professzor elmondta, nem szabad, hogy illúzióink legyenek. A környezetszennyezés és a környezeti változások kihatnak élelmiszereinkre, és ezzel együtt egészségünkre is. Ezeket kutatások és vizsgálatok bizonyítják. Mivel a növények termelik a vitaminjainkat is, magunk alig tudunk,
ezért a rossz talajon, a rossz ásványegellátástól a vitamintermelésük a gazdasági növényeknek, akár gyümölcs, akár zöldség, akár gabona, bármi egyéb, sajnos csökken. Ilyen értelemben tehát egy nagyon komoly, folyamatosan láthatóan 30-50 éve tartó ásványanyag, mikroelem és vitamin csökkenés van ezekben a növénytermesztési produktumokban, és hát ez kihat egyrészt az állattartás bizonyos eredményeie, hiszen ahol a kálcium hiányzik a talajból, ott bizony rendkívül erős kálcium hiány van. Nem a párhuzam egy kicsit, tudom, hogy túl erőltetett, de mégis az ember is egy csúcsragadozó ilyen értelemben, és a csontitkulásnak például az előfordulása és az elmúlt években meg ötszöröződése, az is ehhez a például a kationok kiürülés, a savas esők hatására kiürült kálciumnak a hatására következik be. A professzor szerint létezik megoldás a talajminőség romlásának a megállítására. Mint mondta, ehhez vissza kell térni a természetes anyagok használatához a földeken, a műtrágyák és a szintetikus anyagok helyett. Egyetlen körzetben sem rendelt el újra számlálást a Nemzeti Választási Iroda, pedig ahol szoros volt az eredmény, vagy magas volt az érvénytelen szavazatok száma, ott szükséges lett volna az újra számlálás. Ezt Csabai Lászlóné mondta az MSZP sajtótájékoztatóján. Jeszenszky András, a párt nyíregyházi elnöke arról beszélt, ahol kevesebb volt a szavazóköri delegált, ott magasabb volt az érvénytelen szavazatok száma is. A Magyar Szocialista Párt szerint minisztériumi képviseletre lenne szüksége több területnek is a jövőben. Lassan szivárognak a hírek arról, hogy milyen kormányzati strukturális változások lesznek az új kormány, az új Fidesz kormány felállásakor. Mi már 2010-ben és 2014-ben is megfogalmaztuk azt, hogy vannak bizonyos fontos szakterületek, amelyeknek mindenképpen önálló minisztériuma kell, hogy legyen Magyarországon, hiszen ezek stratégiai fontosságú területek, ilyen az oktatás, ilyen az egészségügy, ilyen a környezetvédelem. Azaz összevont minisztérium nem tudja normális módon képviselni ezeknek a területeknek az érdekeit, tehát most is nagyon fontos lenne az, hogy ezek önálló minisztériumként működhessenek. Csütörtöktől vasárnapig Nyíregyházán rendezik meg a fiú junior kosárlabda bajnokság országos döntőjét. A címvédő Nyíregyházi Sportcentrum együttese a csoportmeccseken a Vasas, a Debrecen és a Szeged ellen lép pályára. Az első két napon a Tiszavasvári úti csarnok, a második két napon pedig a Continental Arena ad otthont a mérkőzéseknek. 2007, 2011 és 2013 után Nyíregyháza negyedik alkalommal rendezi meg a junior, azaz U18-as fiú kosárlabda bajnokság országos 8-as döntőjét. A rendezvényt felvezető sajtótájékoztatón Sitko Ernő, a Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója elmondta, hogy bár a szövetség döntése után nem sok idejük volt a felkészülésre, bízik abban, hogy tökéletes körülmények várják majd a csapatokat. A mezőny erősségére nem lehet panasz, mivel minden együttesben vannak olyan kosarasok, akik már a felnőttek között is megmutathatták tudásukat. A játékosok játszanak a felnőtt csapatoknál is, és igazából annak örülnék, hogyha egy picit átalakítanánk a magyar kosárlabdázást, és a 18 éves játékosoknak már komoly lehetőségeik lennének a felnőtt csapatok küzdelmeiben is. Ez nem igazán volt jellemző eddig a magyar bajnokságra, és a versenybizottságot is meglepte az, hogy az itt fellépő játékosok már a B csoportban komoly szerepet játszanak. Éppen ezért a versenykiírást is elég nehéz volt úgy alakítani, hogy ez a hétvége szabad legyen, és a B csoportos rájátszásokat ne zavarja. De szerencsére ezt néhány csapatot, akit érintett, sikerült megoldani. Kicsit besűrűsödik a rájátszás, de a lényeg, hogy szerintem zavartalanul mehet majd ez a torna. És igen, meghatározó játékosok, erős játékosok lépnek majd föl, ebben bízva remélem, hogy nagyon jó mérkőzések lesznek. A nyíregyházi csapat színvédőként vág neki a tornának. Bár a tavalyi győztes együttesből többen kiöregedtek, az idei szereplése sem lehet panasz, mivel hazai pályán ebben a szezonban veretlen a Bockó Ádám által irányított gárda. Azt szeretnénk, hogy minden jobb eredményt érnek el a srácok természetesen, akár címvédőt is lehet, de semmiképpen nem akarunk terhet rakni a srácokra, sőt inkább plusz motiváció legyen az, hogy a hazai környezetben játszanak, és bízom benne, hogy nagyon szép eredményt fogunk elérni. A csapatkapitánya Vaskó György elmondta, hogy megfelelő formában, megfelelő hangulatban várják a tornát. Nagyon várjuk már, ugye, amikor megtudtuk, hogy Nyíregyházán lesz a döntő, már ugye mindenki lázban égett, és nagyon várja már, hogy ugye a hazai közönség előtt megmutassa magát. Én úgy gondolom a csapatról, hogy nagyon jó formában van, abszolút már csak is finomításokat teszünk, ugye itt a játékosoknál is abszolút nincsenek megterhelő edzések,
és úgy gondolom, hogy teljes erőbedobással megyünk neki ennek az országos döntőnek. Csütörtökön és pénteken a Tiszavasvári úti csarnok, szombaton és vasárnap pedig a Continental Arena ad otthont a mérkőzéseknek. A nyíregyházi csapat csütörtökön 15 órától a Vasas, pénteken 9-től a Debrecen, 17 órától pedig a Szeged ellen lép pályára. A szombati keresztjátékot vasárnap a helyosztók követik. A bronzmérkőzés 13, a döntő pedig 15 órakor kezdődik. Csütörtökön ismét pályára lép a budapesti Hidegkuti stadionban a Sényői futballcsapat. Sándor Tamás együttese a Magyar Kupában legtovább jutó alacsonyabb osztályú csapatok számára kiért. Amatőr kupa döntőjében 17 órai kezdettel a Nagykanizsával mérkőzik meg. Egészen a legjobb 16-ig jutott a Magyar Kupában a Sényői együttes, ott viszont az MTK megállította a megyei első osztályt toronymagasan vezető szabolcsi csapatot. Szégyenkeznie így sem kellett a Sándor Tamás által irányított gárdának, mivel a Budapesten elszenvedett 4-0-ás vereség után hazai pályán 2-0-ra legyőzte az NB2 élovasát. A kupamenetelés jutalma, hogy a Sényű még egyszer pályára léphet a Hidegkuti stadionban. Ott rendezik ugyanis az amatőr kupa döntőjét, amelynek másik résztvevője a Sényűvel együtt szintén a nyolcaddöntőben búcsúzó, a Zala megyei első osztályban éllovas Nagykanizsa. Ha már eljutottunk ideig, és van lehetőség megnyerni egy ilyen trófeát, akkor mindenképpen szeretnénk ezt a döntőt behúzni, de igazából ez egy jó teszt lesz az osztályozóra, hogy mégis hol tart a csapat. Egyébként elég jó állománnyal rendelkezik a Nagykanizsa, jó játékosok is vannak, tehát mindenféleképpen ez elég húzós mérkőzésre néz ki. A Sényűiek egyik kulcsjátékosa, a korábban a Nyíregyháza Spartakuszban és a Budapest Honvédban is szereplő, télen hazatérő Kapacina Kevin jó formában várja a kupadöntőt. Kiskoromban itt nevelkedtem utánpótlásban. Itt is nőttem fel Sényűn, úgyhogy ezzel nem volt probléma, a srácok közül sok mindenkit ismertem, úgyhogy hamar ment a beilleszkedés. Te milyen formában érzed magad? Hát úgy gondolom, hogy jó formában vagyok. Most a legutóbbi mérkőzésen a rakam az ellen 5 gólt sikerült szereznem, úgyhogy remélem, hogy tartom ezt a tendenciát. Marics Gábor tavaly a Baktól Urántháza játékosaként vereséggel zárt az amatőr kupa döntőt. A támadó bízik abba, hogy ezúttal társaival együtt ünnepelhetnek majd a hármas hívszót követően. A csapat az most azt mondhatom, hogy most jó formában van. Ugye már az a legutóbbi két meccsen rúgtunk 15 gólt, mondjuk gyengébb ellenfelek ellen, de úgy érzem, hogy jó formában leszünk. Hát én személy szerint voltam már jobb formában, és ez tény is való, de én is próbálom csinálni a dolgomat, aztán reméljük, hogy minél jobb eredmények fognak is ülni belőle. A Sényű Nagykanizsa mérkőzés csütörtökön 17 órakor kezdődik. Az előzetes jelzések alapján több mint 300 sényűi szurkoló kíséri majd el a csapatot a Hidegkuti stadionba. Fogyatékkal élő sportolók mérték össze tudásukat a Bárci Gusztáv általános iskola tornacsarnokában. A sporttalálkozó célja, hogy a fogyatékkal élő gyerekek számára még több sportolási lehetőséget biztosítsanak. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből 7 intézmény csapata jelentkezett a versenyre, amelyen nem csak csoportos, de egyéni versenyszámokban is összemérhették tudásukat a sportolók. Napjainkban egyre több olyan törekvés tapasztalható, mely a fogyatékos személyek elfogadását és beilleszkedését igyekszik segíteni. Az integrált nevelés és oktatás szintén ezt a célt szolgálja. A Bárci Gusztáv általános iskola tornacsarnokában megrendezett sportversenyeknek is ez a célja, hogy a fogyatékkal élő gyerekek tudásukkal, kitartásukkal bebizonyítsák ugyanolyan fontos részei a társadalomnak, mint egészséges társaik. A sporttalálkozóra Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből 7 csapat érkezett, akik az egész napos programsorozat alatt összemérhetik tudásukat a pályán. Nagyon nagy figyelembe volt a férülés specifikusságra, és úgy állítottuk össze, hogy vannak egyéni versenyszámok, ezek a babzsákdobás, kosáradobás és helyből távolugrás. Ugyanúgy kiküldtük ugye a nevezési lapokat, már eleve elküldték e-mailen, mi már azt jegyzőkönyvbe beírtuk, tehát itt beírtuk, és itt már ezzel nem kell foglalkozni. És a csapatverseny, amit nagyon-nagyon élveznek, nagyon-nagyon szeretnek, és lesz kötélhúzó verseny, lesz sorváltó verseny, és a bocsa, ami nagyon kedvelt.
A Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetségének és megyei szervezeteinek a célja, hogy az országos szinten mintegy 800 ezer fogyatékkal élő gyermek számára minél több sportolási lehetőséget nyújtsanak. Ezt már Lukás Tíme, a szövetség kommunikációs igazgatója mondta. Hozzátette, az egészséges és fogyatékkal élőknek több személyes találkozóra van szükségük az elfogadáshoz, de jó úton haladnak. Sokrétű a tevékenység, ugye benne van a diák, a szabadidősport és a versenysport is most már a szövetség nevébe, és ez a három tevékenységi kör. A lényeg, ahogy mondtam, hogy minél többen kezdjenek el sportolni, mert azt gondoljuk, hogy különösen azok között, akik valamilyen sérültséggel élik az életüket, különös hívószó lehet az, hogy ők bekapcsolódnak a sportvilágába, kinyitja egy kicsit a világukat, kapcsolatokat tudnak teremteni, célokat kapnak, egy kicsit szint vissza az életükbe az, hogy nem a hétköznapokban élnek, hanem vannak olyan sportolási céljaik, amiben ők is eredményt tudnak elérni, és bizony a dobogó legfelső fokára is eljuthatnak, sőt a legkiválóbbak, hiszen ezért lett a Versenysportszövetség is most már benne a szövetség munkájában, akár paralimpiai bajnokok is lehetnek. Az eddigi sportrendezvények visszajelzései alapján a gyerekek nem vágynak nagy díjakra, sem sporteszközökre. Számukra a legfontosabb a részvétel, és persze a részvételért járó érmek. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Átvette megbízó levelét Szabolcs-Szatmár Bereg megye két egyéni körzetében mandátumot szerzett országgyűlési képviselője, Szabó Tündének az egyes számú és Vinnai Győzőnek a kettes számú választókerület új országgyűlési képviselőjének a Nyíregyházi Városházán adták át megbízó leveleiket. Szabó Tündét a választók több mint 40%-a támogatta, Vinnai Győző pedig a Voksok 47,8%-át szerezte meg az április 8-ai országgyűlési választáson. Üzemeltetési szerződést írt alá a Hotel Sóstó, valamint a legnagyobb hazai szállodalánc tulajdonosa a Hungest Hotels. A szerződés értelmében 10 évre adja át az üzemeltetés jogait a város, amely havonta mintegy 120 millió forint bérleti díjba kerül a pályázatot elnyert cégnek. Ezen túl a hotel bevételeinek egy részét is a karbantartásra és a fejlesztésére kell majd fordítania a szállodaláncnak. Szabolcs-Szatmár Bereg megye biogazdálkodásának aktualitásairól és jövőjéről tartottak fórumot Rakamazon. A rendezvényen közel 120 a szakmában elismert regisztrált előadó, gazda, valamint agrárkamarai szaktanácsadó vett részt. A Földész Fórumon egyúttal megemlékeztek Weisz János, rakamazi születésű kertészmérnökről is. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 24-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a hideg front elhagyja térségünket, szerdán délnyugat felől már ismét melegebb levegő áramlik fölénk. Az előttünk álló éjszaka közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak, majd délutántól csökken a felhőzet. Zápor valószínű, a nyugati szél helyenként megélénkül, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, zápor előfordulhat, a délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás, csütörtökön egy hidegfront hatására ismét több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. Pénteken napos, ám ennek ellenére hűvös idő várható, majd a hét végétől ismét felhősebb, csapadékosabb időben lesz részünk, de az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékletekkel. Szent György napjától számítja a néphagyomány az igazi tavasz kezdetét, ezen a napon hajtották ki először az állatokat. Helyenként úgy vélték, hogy a Szent György nap előtt megszólaló békák korai tavaszt és nyarat ígélnek.